Épület energetikai tanúsítványt 2013-tól kötelező készítetni akkor, ha az adott ingatlant el vagy bérbe akarják adni. A tanúsítvány azt mutatja meg, hogy milyen energetikai kategóriába esik az ingatlan. A dokumentumot többek között az alapján készítik el, hogy milyen az épület hőszigetelése, épületgépészeti berendezései. A tanúsítványt csak szakemberek készíthetik el, a hivatalos névsor interneten érhető el. A megyékben 77 energetikai jogosultságot kiadó mérnök van, akik közül 53 a mérnöki kamarai nyilvántartásban, a többiek pedig építészkamarai nyilvántartásban vannak. Ez az mmk.hu-n, illetve a még MEK, magyar építészkamara.hu-n tekinthető meg, vagy nézhető meg. A mérnöki kamara szakemberei arra hívják fel a figyelmet, mint szinte mindent, már az energetikai tanúsítványokat is hamisítják. A budapesti mérnök kamara megkapta azt a jogot, hogy ellenőrizze az elkészült tanúsítványokat, tehát megyénként, illetve Budapestről vagyunk, ilyen csoportokat alakítottak. A mi megyénkben is van egy összfős csoport, aminek én vagyok a vezetője, és akkor véletlenszerűen a Leknél tudásközpont, ahova föl van rakva ügyfélkapunk keresztül, tehát a tanúsítványkészítők, oda rakjuk föl a tanúsítványokat, abból mi kapunk, most például a március 31-én adtunk le 81 tanúsítványt, amiből elő volt írva, hogy 16-ot a helyszínen is le kell ellenőrizni. Sőt, még kaptunk hozzá 3 Borsod megyei tanúsítványt is, tehát van, amikor egy más megyékbe is ellenőrzünk. Hasonlóan a háztartási gépekhez itt is A-tól indul az energetikai kategória. A vályogfalazatú házak általában I vagy J kategóriásak, de egyre több a modern technológiákkal készült minimális energiaigényű épület, így sokszor A+-os vagy akár A++-os tanúsítványok is készülnek. A tanúsítással és a kategóriákkal kapcsolatos előírások és szabályok folyamatosan változnak, mondják a szakemberek. 2015-ben bejött a nulla energiaosztályos épület, mint fogalom. Ezt viszont 2020-ra kell majd elérni, de ez a 2015-ös rendelet már a lépcsőket meghatározta, ami abban fog majd kicsúcsosodni, hogy 2020-ra gyakorlatilag megújuló energiát kell ahhoz alkalmazni az épületnek, hogy energetikailag megfelelő legyen a használatba vétel alkalmával. A szakemberek elmondása szerint az ingatlanok energetikai korszerűsítését ma már több pályázat is segíti, akár az Otthon Melege programon belül is igényelhetnek támogatást az érdeklődők.